Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit, mai vendégem Úrfi Tamás, a HOFESZ ügyvezetője. A beszélgetésünk alapja pedig, hogy rövidesen, illetve hát megkezdődnek a haltelepítések. Annyit a szövetségről, hogy jelenleg a Fehérvár-Csurgói víztározó, a Pátkai víztározó, a Palotavárosi tavak, a Gaja és a Sárvíz Malom csatorna, a Sárszentmihályi víztározó, a Nádor csatorna, illetve a Dunának egy 66 kilométeres szakasza a tiétek. És hát ez egy fontos felelősségteljes feladat mindenképpen. Ami a kérdés, az első kérdés mindenképpen, hiszen itt vagyunk a koronavírus járvány kellős közepén, hogy hogy teltek ezek a napok a horgászok számára, hiszen azt tudjuk, hogy ez egy olyan szabadidős tevékenység többek között, ami egyre inkább vonzó lett azoknak, akik ebben a vészterhes időkben elfoglaltságot kerestek. Így igaz, köszöntöm én is a kedves tévénézőket. Hát úgy, hogy mindenkinek szerintem, tehát korlátozásokkal teli, ugye az éjszakai horgászatot azt nem folytathatják egyelőre a horgászaink ősz óta, illetve most se látjuk még a jövőképet, hogy mikor oldják fel ezt a korlátozást, ami örömteljes hír, hogy napközben, mint szabadidős tevékenységet azt űzhetik a horgászok ezt a fajta szenvedélyt, úgyhogy reggel 5 órától este 8-ig lehet a vízpartokon tartózkodni, vagyis hát úgy, hogy 8 óráig hazaérjenek. Úgyhogy a horgászat ilyen szempontból azt gondolom, hogy még a korlátozások mellett is zajlik, de akkor is tudunk hódolni a szenvedélyünknek. Tehát ez meglátszik nyilván a számokon is, hiszen ugye a horgászhelyek aktualizálása, a szerződések kötése is megkezdődött február 15-én. Olvastam egy felhívást, hogy ugye a Sárszentmihályi víztározóra vonatkozik ez, de nyilván a többi helyre is. Így igaz, a Sárszentmihályi víztározón ugye van egy ilyen stéges horgászati lehetőség. Ott szerettük volna tisztázni a horgászok között a magát a horgászati lehetőséget, tehát aki stég tulajdonos, hogy milyen formában tud vendéghorgászokat hívni a saját stégére, illetve azokon a partszakaszokon, ahol nem a stégek találhatóak, hogy ott a napi jeggyel, illetve az éves jeggyel rendelkező azon horgászok, akiknek nincs stégük, tudjanak horgászni, illetve a Pátkai víztározón is a nyugati oldalon meg tudtuk nyitni itt a vízügy, a Vadex segítségével új horgászhely lehetőségeket. Ez zajlik most éppen ennek a kiépítése, és a horgászok most kezdik el ezeket a helyeket is elfoglalni. Az elmúlt időszakban már beszéltünk arról, hogy egyre több fiatal választja a horgászatot. Ez áll a jelen időszakban, és hát gondolok itt elsősorban arra, hogy nyilván most nem, de azt hiszem, hogy ez fennmaradhat, mert hogy jó horgászvizek felett rendelkeztek. Így igaz. Hát én azt kell mondjam, hogy minden korosztály most a horgászatot próbálja választani rengetegen, tehát látszódik a számokból is. Nagyon-nagyon sok olyan, a tavalyi évben is olyan horgászvizsga, illetve horgászengedély került elő, aki 15-20 éve nem horgászott. Most ugye nem tudom, hogy kénytelen, kelletlen, vagy ezeket a szabadidős tevékenységet lehet végezni, és emiatt. De az is látszódik most már, hát másfél hete nincsen a városban például állami jegyünk, az Országos Szövetség, nem ő a hibás effektíve, hanem egyszerűen itt a koronavírus miatt a nyomda se tud olyan ütembe állami jegyet gyártani. És ezt országos tendenciában mondhatom, tehát hogy mi is a 33 ezer regisztrált horgászunkból az első két hónapban, január-februárban több mint 20 ezer darabot értékesítettünk, tehát annyian. Én azt gondolom, az emberekben van egy hatalmas várakozás, szeretnének itt a tél után kijutni a vízpartokra, horgászni, végre itt a jó idő is, tehát tényleg rengetegen próbálják ezt a sportágat választani. Szó kell, hogy essék az időjárásról, hiszen változékony időjárás volt, kevés csapadékkal, ez mennyiben viselte meg a horgásztavakat, illetve a folyóvizeinket, hiszen azért látjuk, hogy másutt az Alföldön óriási problémákat okozott. Hát én azt gondolom, hogy a halas szektorban lesz óriás probléma, legalábbis amit a haltermelőkkel beszéltünk, egyeztettünk. Egyfelől ugye évek óta nincsen már normálisan téli időjárás, tehát nem tudunk évszakokat elválasztani. Nagyon enyhe volt a tél, itt az utolsó időszak volt az, ami erős volt. A hal nem jól telelt. A tavalyi évben nagyon sok probléma volt az ágazatban,
Tehát sok felől azt hallottuk vissza, hogy rengeteg pusztulás volt. Ez sajnos ugye azt jelenti, hogy kevés hal is van, korosztályos is, tehát ivadékokat se tudnak úgy kihelyezni a termelők, illetve olyan szinten drágul az agráriumban a segédtakarmánynak az ára, hogy várhatóan nagyon magas halárak lesznek az idei évben, és nem is lesz valószínűleg annyi hal, mint amennyit szeretnénk. Ettől függetlenül az jó ír, hogy mi, mint a szövetség, tehát minden évben így előre gondolkozva már lekötöttük a teljes mennyiségeket egész évre, úgyhogy reméljük, hogy tudjuk biztosítani. A múlt héttől kezdve elkezdtük a háromnyaras pontyok kihelyezését. Sárszentmihályon, Palotavároson megtörtént, a héten Pátkán, Fehérvár, Csurgon lesz mindegyik vízterületben 30-30 mázsa háromnyaras pontot helyezünk ki, és viszonylag rövid időn belül, egy ilyen pár héten belül azt gondolom, hogy március második felébe egy újabb telepítés, egy hasonló méretű telepítést fogunk végrehajtani. Nemrégiben beszéltem erről, természetesen ez egy másik szakág, Lévai Ferenccel, a MAHAL vezetőjével, szóvivőjével, illetve aki nyilván Réti Majorban is érdekelt ebben a kérdésben, hogy egy kicsit erről is essék szó. Gondot okozott-e az itteni tavaknál a kormorán állomány vészes növekedése? Mindenhol gondot okoz a kormorán állomány, azt gondolom. Tehát a Dunafehér megyei szakaszán, ugye a téli időszakban, főleg mikor megjöttek ezek a nagyobb hidegek, akkor rengeteg madár jelent meg. A kollégáinkkal azért éves szinten ilyen 6-700 darabot, néha 1000 darabot is tudunk gyéríteni, riasztani, de ez most már olyan országos, és nem is azt gondolom, hogy országos probléma, hanem Európa szintű probléma. Tehát ez a madár, ez az északi, úgymond nevezett nagytestű kormorán, ez ilyen darabszámba, egyedszámba nem szokott Magyarországon megjelenni, és egyre nagyobb, minden évben azt látjuk, hogy szinte duplázódik a mennyiség, és egy teljes szélmalomharcot hajtunk. De mi a teendő? Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy azért valamennyi visszajön a kárból, de természetesen nem az egész, és mivel hogy védett madárról van szó, tehát nem lehet úgymond írtani sem. Hát nem védett madár, nem vadászható faj, tehát gyéríteni, tehát lehet gyéríteni rá. Gyéríteni lehet, igen, úgy értettem. Így igaz, tehát van egy magyarországi állomány, ami a Kis-Balaton és bizonyos régiókban fészkel, viszont ez a madár, ez ilyen inváziós fajként jelenik meg, átrepülő madár a téli időszakban, és egyre jobban, egyre jön délre az északi területekről, és most már külföldi szaklapokban is olvasom, hogy ott is elkezdik gyéríteni, ugyanis a tengereket, illetve ezeket a halnevelő egységeket is teljesen kipusztítja. Azt kell róla tudni amúgy, hogy egy ilyen madár az napi szinten simán megeszik 2 kiló halat, egy ilyen nagy testű északi madár, illetve ennek még a többszörösét megsebzi a halászat közben. És ezek a halak, amikor télen ugye vermelni szeretnének, pihenni, ugye a hideg víz miatt próbál a lehető legkevesebb energiát fogyasztani, ennek abszolút nem tesz jót ennek a halnak az, hogy folyamatosan kergeti a madár, folyamatosan sebeket ejt rajta, és rengeteg pusztítást végez. Ugye beszéltünk már a telepítésről, ezzel folytassuk, annál is inkább, mert ugye a telepítésnek van egy előzménye, amikor is a kormányzat úgy döntött, hogy segít a horgásztavak tulajdonosain, és felajánlott azt hiszem egy elég nagy mennyiséget. Ez mennyit segített abban az időszakban, amikor ez megtörtént? Hát ugye ez a tavaly évben az intervenciós telepítés volt az ágazat megsegítésére. Ez egy érdekes spirált indított el magával, ugye a nagy természetes vizekbe került ki ez a hal telepítési mennyiség, tehát a Dunába, Tiszába, illetve egyéb más olyan vízterületbe, Fehérvár, Csurgó, Sárszentmihály, Pátka is, illetve a Nádor csatorna is kapott ebből a telepítésből. Valójában ez azt hozta, hogy azok a vízterületek, ami viszont nem részesült ebbe a támogatásba, ők ugye elkezdtek telepíteni, tehát próbálták követni a piacot, és szerintem ez is az oka, hogy most jelen pillanatban nincs annyi hal. Tehát rengeteg halat fölvásároltak a horgásszervezetek a tavalyi év során, és ugye beszélhetünk sajnos erről a posztulásról. Tehát ha csak arra gondolok, hogy
Dinnyésen a Szabó Krisztián is itt Fehérvár mellett, ugye haltermelő egységében a vízhiány miatt a tavaly évben több száz mázsás halpusztulása volt neki is, vagyis hát nem is az, hogy pusztulás, vagy nem, tehát hogy nem, a várt mennyiség egyszerűen nem volt meg az őszi lehalászások során, és ebből adódólag itt most ez komoly problémákat okoz. Mikor állhat helyre az ökoszisztéma, ami azt hiszem, hogy pozitív, vagy azt gondolom, hogy pozitív lehet a hallgazdaságoknak, pozitív lehet a Hofesznek, illetve hát a horgászoknak? Én azt úgy gondolom, hogy most volt a Mahalba, vagyis hát a Mohozba és a Mahallal egy közös egyeztetés, tehát hogy le kell üljön a két szektor egymással, tehát látszódik, hogy a horgászati szektorban egyre nagyobb haligény van, és szerintem ez a belföldi haltermelési mennyiségnek a nagy részét ezt le tudja fogni, fedezni tudja. Tehát, hogy a termelőkkel össze lehet ülni, megbeszélni ezeket a hal telepítési mennyiségeket, illetve azokon speciális halfajokat, amit ugye államilag a szerződésekbe rögzítettünk a Magyarországos Horgászszövetséggel, illetve az Agrárminisztériummal, ha ezeket a speciális halfajokat tudják gyártani a termelők, akkor én azt gondolom, hogy egy hosszú távú jó együttműködés lehet, és ráadásul ez egy kiszámítható mind a két fél számára. Mert tényleg ez a probléma sokszor, hogy egyfelől vannak olyan időszakok, amikor mondjuk bizonyos termelők előállítanak olyan speciális halfajokat, ami keresett, vagy szeretnék a horgászok, viszont nem jut el valamilyen szinten a végfelhasználóhoz. Ez, hogy most kommunikáció hiány, vagy nincs elég mennyiség, tehát beszélek itt például a csapósügéről, domolykóról, jászkeszegről, tehát olyan fajokról, amiket ugye a Dunában ilyen típusú halakat kellene, ott őshonos halfajokat kellene telepíteni. Az állóvizekben meg természetesen a pontyot, illetve a ragadozó állományt, és ami nagyon nagy probléma, az a keszeg. Tehát mióta a természetes vízi halászat megszűnt Magyarországon, még a termelők ezt sajnos nem tudták áthidalni, ezt a problémát, tehát nem egyszerű keszeget előállítani, és ezt tapasztaljuk is. Pedig népszerű a horgászok körében. Így igaz, de egyszerűen nem lehet vásárolni. Tehát ilyen nagyon-nagyon időszakos, néha kerül úgymond a horgászok látókörébe is az, hogy keszeget lehessen vásárolni. De folynak tárgyalások arról, hogy visszatérhessen, hiszen ahogy már beszéltük, népszerű, és hát óhatatlan is hiányzik egy horgásznak. Folynak tárgyalások, illetve én azt gondolom, hogy az ágazat ez egyre jobban próbálkozik vele, hogy előállítsák ezt a keszegfajt nekünk, különböző keszegeket, de ugye sokkal lassabb növekedése van, sokkal több ragadozó, tehát hogy több veszélye van a keszeg előállításának, tehát nem tudják annyira stabilan létrehozni ezt a halfajt, mint mondjuk a adott esetben a pontyot, és emiatt ez egy hosszú folyamat, illetve hogyha lehetne telepíteni, akkor mondjuk lehet, hogy csak ilyen egynyaras korában, az viszont szállítás miatt nagyon, ugye ez nagyon sérülékeny, érzékeny hal, tehát most egy 3-5 dekás dévérkeszegről beszélünk, nagyon későn lehet halászni, nincsenek is jó időszakokra, azt gondolom. Tehát, hogyha az elmúlt 3 évet veszem figyelembe, szinte novemberben még nem kezdett senki se halászni, mert 20 fokok vannak. Tehát ebben az időszakban az ilyen halat nem lehet halászni. Tehát ez a 22-es csapdája valamelyest. Nos, a telepítésre még térjünk vissza, hiszen mondtad, hogy két helyen már van, tehát Fehérvárcsurga és Palotaváros alsó. Ez elég az a mennyiség, amennyet telepítettetek, illetve meddig elég? Sárszent Mihályra telepítettünk, illetve Palotavároson mind a két tóba telepítettünk, az alsó és a felső tóba is. Hát ugye a felső tó a sportcélú tó, tehát ott a halat nem viszik haza a horgászok. Ott biztos vagyok benne, hogy elég, meg így is nagy számú halmennyiség van a tóba, tehát nagyon szép eredményeket, ahogy elment a jég, már ilyen 15-20 pontyokat is fogtak a horgászok, akik kimentek a vízpartra. Halból meg szerintem sose elég, tehát a horgász számára sosincs elég hal. Amikor megtörténik a telepítés, már délután hívnak sokszor, hogy mikor lesz a következő telepítés. Ez mondjuk nagyban hozzájárul ugye a magyarországi halfogyasztási mennyiséghez is, tehát én azt gondolom, hogy a horgászok, illetve a horgászoknak az ismeretségi köre, vagy a család az, aki hal szerető és több halat fogyaszt, hála jó Istennek.
Úgy tervezzük, hogy itt a tavasz időszakban a tavalyi mintához hasonlóan egy ilyen nagyobb mennyiséget, tehát ilyen 50-60 mázsányi halat helyezünk ki mindegyik vízterületre, és utána szeretnénk minden hónapban folyamatosan telepíteni. Ugye itt ilyenkor a nyári halászattal szokott probléma lenni, tehát ez sokban attól függ, hogy a termelők kihelyeznek általában egy ilyen nagyobb testű két nyarast, vagy kisebb testű három nyaras pontyot, kiló, másfél kiló közt, és ahogy ugye a planktonnal, meg a takarmányozással nő, akkor a nyári időszakban ezeket már lehet használni, és ugye ez fog benőni szépen őszre erre a 2-3 kilós méretű halra. Ami viszont pozitív, hogy ugye már beszéltünk róla korábbiakban, hogy a Fejér megyei szövetség elkezdett egy saját haltermelő egységben gazdálkodni, ott viszont minden ősszel mi csak akkor fogunk halászni, őszi halászatok lesznek. Én úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő időszakban rengeteg halat fogunk kihelyezni minden ősszel a saját vizeinkbe. Történjék így. Én azt kívánom, hogy görbüljön a bot továbbra is, és köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen. Én is. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk az Agrárinfót, mégpedig egy friss hírrel. A hétvégén a Jancsárkert Piac Egyesület elnökével beszélgettünk arról, hogy mi várható, illetve mi történt eddig a koronavírus járvány alatt, miként viselik ezt a helyzetet a vásárlók, illetve a termelők. Nézzük meg ezt a beszélgetést. Én azt gondolom, hogy ez az utolsó nap az újabb zárás előtt, úgyhogy beszélnünk kéne az elmúlt évről, hiszen ez alaposan megviselte, én azt gondolom, az őstermelőket is. Valóban így van, de most már szinte azt mondom, hogy egy év óta átálltunk erre a fokozott egészségügyi biztonsági körülmények között megtartott piacra, és ez most már mindenki megpróbált alkalmazkodni. Az őstermelőknél is azért új színfolt volt az, hogy sokan kiszállítják a termékeiket, sokan átadó pontokra viszik el, tehát megpróbáltak más kereskedelmi csatornákat is találni a hagyományos piacozás mellett. Ez mennyit segít egyébként az őstermelőknek, hiszen tudjuk, hogy a piacnak az a varázsa, amit itt látunk, hogy nagy tömeg van és mindenki válogat. Egy kicsit kényszerhelyzet, és el kell fogadni azt, hogy ha egyszer az állatok miatt a hústermelés és a húsfeldolgozás az folyamatosan történik, a mezőgazdaságban ugyanúgy előállítják ezeket a termékeket, akkor mindenképpen értékesíteni kell, nem veszhetnek kárba ezek a termékek, és ez a kis kényszerhelyzet is arra szorítja az embereket, hogy webáruházakon keresztül, interneten keresztül, egyes városokban levő kosárközösségeken keresztül, mint amilyen nálunk is alakult Székesfehérváron, éppen emiatt próbálják meg eladni a termékeiket. Tehát pont egy nagy előrelépés történt az őstermelők gondolkodásában és magatartásában, ami viszont nagyon pozitív, hogy nyitottak ebbe az irányba. Ez minden szakágra vonatkozik, hiszen azt tudjuk, hogy volt már eddig is példa arra, hogy egy-egy közösség falvakon belül összefogott és csinált magának egy kis szövetkezetet. Igen, ezt most is abszolút lehet tapasztalni, de ezzel együtt azért a falvakban vagy a kisebb településeken a vásárlóerő és a vásárló közösség létszáma az eléggé korlátozott. És most a turizmus visszafogása miatt mások azokra a területekre, azokra a településekre is kevesebben járnak. Tehát azért azok mellett szükség van az olyan nagyobb piacokra is, mint amilyen egy 100 000-es városban a mi termelői piacunk, hogy nagyobb vásárlóközösséggel, a mi esetünkben mondjuk alkalmanként 1000-1500 vásárlóval találkozzanak az eladók, és akkor így mindenkinek esélye van arra, hogy jobban értékesítse a zöldséget, gyümölcsöt, vagy éppen a húsfüleségeket, hiszen mindenkinek ebből a 1000-1500 főből kell kiválasztania maga 10-20-50-100 vásárlóját, amire itt eléggé nagy az esély, hogy megtalálja. Igen, azt látjuk. És milyen jövőképe van az egyes ágazatoknak? Hogy látod? Én úgy látom, hogy a mezőgazdaságban dolgozók, termelők, őstermelők, kistermelők támogatása egy robbanásszerű fejlődést eredményezett. Tehát részben mennyiséget tekintve is sokkal több tejtermék
sajtók jelennek meg, húsféleségek tekintetében is ezt lehet meglátni, de a mennyiségi növekedés mellett pedig egy nagy ugrásszerű minőségi fejlődés is látok. Ez megmutatkozik a csomagolás technikában, az, hogy nagyon esztétikusan és higiénikusan kerülnek már a pultra a termékek. Tehát mindenképpen egy komoly fejlődés figyelhető meg, azzal együtt, hogy még mindig kevésnek tartom azt a fiatalt, akik erre vállalkoznak, de akik viszont vállalkoznak rá, hát mindenképpen támogatást élveznek, akár így a pályázatokon keresztül is, vagy pedig mi is mindig szabad teret, fórumot, lehetőséget biztosítunk a számukra, a mi kommunikációs eszközönkkel, marketing eszközeinkkel segítjük az ő értékesítésüket. Mi történik most a zárás után, hiszen hétfőtől zár az ország is? Nálunk nem lesz változás, és mivel mi egész az elmúlt egy évben egyformán komolyan vettük akár a fertőtlenítést, a helység fertőtlenítését, akár a maszkviselés betartását, a távolságtartás megkövetelését, tehát így a mi életünk nem változik lényegesen. Most a rendelet is továbbra is lehetővé teszi a termelőpiacoknak, a piacoknak a nyitvatartását. Tehát mi ezen a lehetőséggel élünk, még jobban odafigyelünk a távolságtartásra, ami egy kritikus lehet, de szerencsére úgy veszem észre, hogy akár a mai alkalommal is, hogy eloszik a vásárlók száma, egyenletesebben jönnek vásárolni a piacra, sehol nem tapasztalható zsúfoltság, annak ellenére, hogy több vásárlóval lehet találkozni. A koronavírus helyzet mennyiben változtatott az árakon? Mert jó néhány helyen tapasztaltuk, hogy felmentek az árak. Hát ez itt is megfigyelhető, de nem a covidos helyzete van alapvetően összefüggésben, hanem az alapmezőgazdasági folyamatokkal, esetleg a vetőmagok árával, vagy a szükséges egyéb kiegészítő anyagok felhasználásával, ezeknek az ára emelkedhetett. Emiatt megfigyelhető egy 5-10% közötti áremelkedés. Azzal próbáljuk meg itt a piacon ezt visszafogni, hogy elég nagy kínálatot igyekszünk biztosítani egy-egy termékcsoporton belül. És akkor így tulajdonképpen, hogyha nagyobb a kínálat, vagy éppen találkozik a kereslettel a kínálat, akkor nem tudnak elszállni az árak, hanem egymáshoz igazítva egy korrekt árakat kell meghatározni. Megszokhattuk, hogy itt a Jancsár piacon a vezetéseddel számtalan közösségi program is zajlik, tehát különleges események, akciók történnek. Ha véget ér a koronavírus járvány időszak, ez folytatódik? Igen, erre határozottan készülünk. Nagyon, nagyon kár, és tényleg a piacnak ezt a hangulatához tartoznak a rendezvények. Az, hogy a családok le tudjanak ülni kint a kitett asztalok mellett, és beszélgetni tudjanak egymással. Tehát ez nagyon hiányzik. Pályázatokat nyertünk az elmúlt időszakban, és ezek mind megvalósításra várnak. Tehát mi kész forgatókönyvekkel rendelkezünk, hogy akár a zöld piac környezetvédelem tekintetében, az egyszerhasználatos műanyag zacskók visszaszorítása érdekében programokat szervezzünk, még zöldebbé tegyük a mikrokörnyezetet itt a piacon is, de ezt kivigyük a családok körébe is, valamint egy családi életmód fesztivált tervezünk, hogy tavasszal, illetve ősszel szeretnénk megtartani. Hát a tavaszból most már nyár lesz, de tehát megvannak a programjaink, megvannak az anyagi feltételei. Igen, nagyon szeretnénk, hogy mindenki még jobban érezze azt, hogy mennyire fontos egészséges ételeket, italakat, élelmiszereket vásárolni, hiszen ezzel mindenki erősíti az immunrendszerét, ellenállóbbá válhat mindenféle járvány ellen. Tehát előre a Vedd a hazait, Védd a hazait program mentén? Hát igen, abszolút. Ez az irány, egyre többen vevők ezekre a gondolatokra, egyre inkább tudatosul az, hogy
az ember a saját egészségén javít, hogyha egészséges, kevés adalékanyaggal előállított termékeket vagy biotermékeket vásárol. Valóban azok vagyunk, amit elfogyasztunk, amit megeszünk, ez közvetlenül az egészségünk profitálhat ebből, és ezt elég sokan felismerik. Jó példákat lehet látni, amikor orvosokkal, egészségügyben dolgozókkal találkozunk a vásárlók között, hiszen ha mindenki látja ezeket az ismert fehérvári embereket, akkor elhiszi azt, hogy valóban ezzel közvetlenül saját magán is segít. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!